Sziasztok mindenkit, üdvözlök, egy 8. generációs konfigurációval jövök, mégpedig az Intel Core i3-8100-zal tettem össze egy konfigot. Nem volt még ezzel gamer PC összeállításom, most elég jó árérték arányban vannak, úgy gondolom, az ehhez szükséges alkatrészek. Végre jött az idő, hogy egy jó kis konfigot végre összetehessek az Intel Core i3-8100-zal is, amit bátran vehettek, ha hasonló kategóriában gondolkodtok. Ha egy picikét más elképzelésetek lenne, egyéni kérésetek konfig ügyben, akkor a lent feltüntetett e-mail címen meg tudtok találni. Tehát alaplapnak Gigabyte Z370P D3 34.000 forinttól indul. Ugye picikét problémás a 8. generáció, hiszen csak Z370-es lapokba megy bele, hiába 1151-es, bizony 30.000 forint fölött indulnak a lapok, de szerencsére kárpótol a komoly teljesítmény, amit már az Intel Core i3-8100 is tud, 33.000 forinttól, 4 fizikai magja van, és ez a 4 fizikai mag turbó szinten eléri a 4 GHz-et, tehát alapon 3,6, turbón 4 GHz. Fontos tudni, hogy ezt a processzorok maguktól elérik, hogyha komoly terhelésnek vannak kitéve. RAM-nak egy egész jó árérték arányú, szerintem szemre is szép kiszerelést kapott, 2x4 GB DDR4 2400 MHz-es RAM kitet választottam ki. 8 GB RAM elég lesz nekünk, tud menni dual channelbe később, a 4 memória foglalatnak köszönhetően bővíthetjük ezt 16 GB RAM-ra is. Mivel nem egy nagy fogyasztású konfig, azért tápegységnek egy FSP Hexa 400 wattot választottam ki, 11.000 forinttól indul, egy 80 pluszos minőségi táp, úgymond kedvező áron. Hát nagyon sokan szeretik az FSP Hexa tápot, mert megbízható és kiszolgál gyakorlatilag bármiféle konfigot. HDD a szokott Western Digital Blue 7002-es 64 MB-os 12.000 forinttól indul. Jó kis gamer HDD vagy alap felhasználásra, így nem kell kiköltekeznünk egy SSD-re magunkat, ami 30.000 forint a 250 GB-os is. Játék teljesítményben ugye tudjuk, hogy nem fog beleszólni az SSD. Gépháznak 11.000 forinttól indul a Sharkon VG4W. A képen éppen a kék ledes ventilátoros változat van, azonban ez kapható zöld és vörös ventilátorral is. Egész jó kis gépház, kényelmes kialakítással a HDD-knek, elfér benne a videókártya, akkor is, ha nagyobbat tennénk bele. SSD-nek van hely, szellőzik és egész jól néz ki, tehát úgy gondolom, hogy megfelelő választás lesz. És végül a videókártya, Gigabyte GeForce GTX 1060-at tettem bele a számítógépbe. Ugye 60.000 forintért akár 1050 Ti-t is vehetnénk, ami sokkal gyengébb a GTX 1060-nál. A kettő ventilátorosak olyan 75.000 forint környéke. Úgy gondoltam, hogy egy jól hűtött házba elmegy azért az egy ventilátoros GTX 1060 is jó áron, ráadásul az i3-8000 100 is egy elég erős processzor ahhoz, hogy ne GTX 1050-eket tegyünk mellé, nyugodtan ki fog tudni hajtani egy GTX 1060-at is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!